Ukrajna függetlenségének napján Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai megyei tanács jelenlegi elnöke, hagyományteremtés céljából találkozóra hívta a tanács korábbi elnökeit. A meghívót mindenkinek megküldték, viszont Mihajlo Kicskovszki egészségi állapota miatt, Olekszij Petrov pedig harci feladat segítése miatt nem tudott eleget tenni a meghívásnak. Kell, hogy legyenek hagyományaink. A mostani nehéz időszakban, amikor országunkban háború dúl, amikor hadi állapot idején kell megünnepelni a függetlenség napját, az az ötletem támadt, hogy meghívom a tanács korábbi vezetőit egy eszmecserére, illetve azzal a céllal, hogy ilyen formában is fenntartsuk a párbeszédet. Egykor a megye lakosai őket választották meg, ezért élvezik a bizalmunkat. Ők is átélik mindazt, ami most körülöttünk történik. Mihajlo Rivis, aki most képviselőként vesz részt a megyei tanács munkájában, úgy fogalmazott, hogy a találkozó lehetőséget nyújt arra is, hogy egyfajta politikai tapasztalatcserére kerüljön sor a jelenlegi és az idősebb kollégák között. Ez érdekes ötlet, mivel a korábbi tanácselnökökkel folytatott párbeszéd mindig is hasznos volt az aktuális vezetők számára. Úgy gondolom, hogy a mostani nehéz körülmények között ez pozitív jele társadalmunk szilárdságának. Lehet, hogy egyfajta impulzust és támogatást is jelent a mostani tanácselnöknek. Mikola Andrus 2002 és 2006 között volt a Kárpátaljai megyei tanácselnöke. Elmondása szerint akkoriban teljesen más körülmények között kellett dolgoznia, ami szintén nem volt könnyű. A jelenlegi tanácselnöknek még nehezebb a dolga, hiszen az ország épp rendkívüli megpróbáltatásokon megy keresztül. Most tehát fontos közel maradni az emberekhez, hogy érezzék a hatóságok törődését. Több időt kell az emberekkel tölteni, szerénynek kell lenni. Megoldást kell találni az embereket foglalkoztató kérdésekre, a fűtés ügyében, hiszen közeleg a tél, az áramemelkedésekkel, az alacsony bérekkel és nyugdíjakkal. Újra csak azt mondom, elérhetőnek és nyitottnak kell lennie az emberek felé. A megyei tanácsban jelenleg 64 képviselő tevékenykedik, akik 8 politikai pártot képviselnek. A belső viszályok ellenére, miután kitört a háború, a képviselők félretették a pártpolitikai érdekeiket, és egy közös célért dolgoznak, amivel hozzájárulnak az ország győzelméhez.